Sziasztok, én Brenda vagyok, és bár sokkal nagyobb hajjal, de visszatértem a következő videómmal. Ezt egyáltalán nem így terveztem a mai nap folyamára. Sokkal több minden történt, mint amit szerettem volna, de már most nem lehet mit kezdeni vele, mert tényleg drasztikusan nagy. Megpróbálom minimálisan babrálni majd, de nem tudok semmit sem ígérni. De térjünk is bele, hogy miért vagyunk ma itt, nagy haj ide vagy oda. Szóval garantálom, hogy nagyon sokatokkal fordul elő, hogy nincs mit felvenni. Nem is kell tagadni, mindenkivel megtörténik, előbb vagy utóbb. Grinch-el is megtörtént. That's it, I'm not going. Szóval mindenkivel megtörténik. Nem, ez rengetegszer fordult elő, ami nem jöttem rá, hogy mi volt a problémának a gyökere, és próbáltam, és jelenleg is próbálom azt megoldani nap, mint nap, és meg kell, hogy mondjam, sokkal kevesebbet mondom ki, hogy nem tudom, mit vegyek fel, sokkal kevesebbet nyűglődök, amikor öltözök, úgyhogy szerintem ez egy bevált módszer, épp ezért is készítem nektek ezt a videót, remélem tetszeni fog nektek. Szóval ugye vannak olyan esetek, amikor megyünk egy partira, egy alkalomra, egy eseményre, egy helyszínre, nyaralás, stb. Amikor céltudatosan vásárolunk outfiteket, ruhadarabokat arra a kifejezett helyszínre, alkalomra, célra. De ugye ez nem minden nap fog beválni, tehát az a ruha, amit Mykonoszra veszünk esetleg nyaralásra, azt feltétlenül nem tudod felvenni Miskolcon, vagy hát Peste még nagyon remélem, hogy fel lehetne venni valamilyen szinten valahova. De az, hogy elmenj a boltba, az nem lesz jó abban a ruhában, valószínűleg. Lényegében veszel egy ruhát, amit egyszer felveszel, kétszer felveszel, és utána ott van a garróba, és felkerül a Brenda Garrob Instagram eladó ruhák közé. Ha még nem láttátok, az eladó ruháimat itt árulom. Én ma erre a problémára hoztam nektek egy megoldást, ami nem más, mint a labdarabok. Nagyon-nagyon sok ember van szerintem úgy ezzel a témával, ahogy én is voltam. Senkinek nincs kedve több tízezer forintot költeni olyan ruhákra, amik egyáltalán nem izgalmasak. Példaképp gondoljatok egy piramisra, a tetején van a csúcs divat istennő, isten akár, és nem tudsz a tetejére feljutni, ha az alsó szinten nincsenek meg az alapjaid. Ezek lennének ezek az alapdarabok, amiket a mai videóban be is fogok nektek mutatni. Tényleg nincsenek szavak arra, amikor valaki talál egy nagyon jó farmer nadrágot, ami tökéletes színű, tetszik is, tökéletesen illeszkedik, mintha tényleg megszólalnának az angyalok odafent. Legalábbis nálam ez így szokott működni a fejembe. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy egy nagyon jó farmer nadrágot olyan nehéz találni, hogy nem mondja mennyire. Szóval én személy szerint csak is magas derekú nadrágokat hordok, és nem azért, mert rá vagyok fixálódva erre a stílusra, hanem mert az én testalkatomhoz a magas derekú nadrág tökéletesen passzol. Azok az nem más, mint hogy nekem nagyon rövidek a lábaim, és nagyon hosszú a felső testem, így a magas derekú nadrággal azt az illúziót keltjük, hogy hosszabbak a lábaink, és rövidebb a felső testünk, úgymond kiegyenlítve, ha nem is megdömelve, de kiegyenlítve az arányokat. Nyilván minél magasabb, annál hosszabbnak tűnik a láb, mert egyszerűen ilyen magasított farmerban nem látni, hogy hol kezdődik a láb, és hol végződik a felső test. Az én könyvemben, hogyha farmerokról beszélünk, akkor a tökéletes arabdarab az nem más, mint egy kék farmer nadrág. Legyen az világos kék, sötét kék, nyilván személyes preferencia. Én ezt a világos kék kicsit ilyen mosott, kék színt imádom. Legyen az szakadt, vagy nem szakadt. Ez a nadrág Stradivariusos, és azt hiszem 36-os méretbe választottam, ami egy ilyenféle nadrághoz, ami ilyen egyenes szárú, tökéletes választás. Azért fontosak ezek a szárú nadrágok, mert ilyen nadrághoz fel tudsz venni akár laza, de szűk felsőket is, így minél több ruhadaraboddal tudod kombinálni, legyenek azok extrémek vagy alapdarabok. Nyilván a te alapfarmered lehet, hogy fekete, vagy lehet, hogy szürke, ez tényleg megint mindenkinek a személyes preferenciája,
Én kifejezetten nem szeretem a fekete nadrágokat, mert a rövid lábaimat még rövidebbnek tűnnek benne, sokkal jobban összenyomja az embert egy fekete farmer nadrág. Szóval én még azt a fekete farmert nem találtam meg, aminek olyan tökéletes lenne a mosása, hogy hosszabbítja is az a lábaimat. Viszont ezzel a kékkel teli találat volt, ez az egyik kedvenc farmer nadrágom. És akkor maradunk továbbra is a nadrágoknál, mert van még egy darab, ami szerintem szinte majdnem mindenkinek a szekrényébe szerepel, de elmondom, hogyha esetleg még nem. És az nem más, mint egy szuper, nagyon jó, isteni finom bőrnaci, legalábbis bőrhatású naci. Szerintem ez a nadrágom konkrétan, mióta élek Magyarországon? 4 éve? Igen, majdnem, hogy 4 éve. Ez a nadrágom majdnem, hogy 4 éve van meg. Szerintem ezt az első shoppingolásomon vettem Magyarországon, és azóta megvan, és hát nem utazom meg közelebbről, mert amúgy valóban látszik, hogy megvan már ilyen régóta. Ezt a nadrágot tényleg fel lehet venni akár napközben, kötött pulcsival, télen, magas csizmával, kötött pulcsival, nyáron egy badival, egy kivágott csipkebadi, vagy cropped felsővel. Kribe is fel lehet venni magas sarkúval is, tornacipővel, oversized felsővel, tehát tényleg nem tudom eléggé sorolni. Ez a darab egy szűkített fazon, viszont most vettem egy bőszárút, aminek egy vágás van az alján, és teljesen oda vagyok érte. Már most nekem az a stílus is nagyon tetszik, de egy szűkszárúval tényleg nem lehet mellé lőni, ez biztos, hogy jó lesz, imádni fogod, hidd el nekem. Szóval térjünk is rá a második alapdarabra, ami nem más lesz, mint a felső. Hoztam ide több darabot is, hogy megmutassam nektek. Lényegében mindegyiknek ugyanaz a lényege. Lényegesen. Az alap felsők azok igazából szó szerint azt jelentik, amit jelentenek. Teljesen minta nélkül olyan felsők, amik igazából majdnem minden alsóhoz tök jól működnek. Ezek az alapfelsők akkor a legszuperebbek, ha valamilyen extrémebb alsót, vagy extrémebb kabátot veszünk fel hozzá esetleg, de tényleg ezek olyan felsők, amiket mindenhez is fel lehet venni a szekrénybe, úgyhogy ezeket érdemes, ilyeneket érdemes beszerezni. Szóval kezdeném a legalapabb darabbal, ami nem más, mint egy egyszerű fehér rövidújú. Ez lehet akár ilyen anyag, ami rajtam van, és egy kicsit lazább, vagy szűkebb. Én most egy szűkebbet hoztam ide, ezt találtam meg. Ez a H&M Basic XS-es méretű felsője. Egy ilyen bordázott anyagú. Hosszabb stílus, ezt nagyon szeretem, mert egészen jó mélyre le tudom dugni a nadrágba a felsőt, és így egyáltalán nincs ki a derekam, mert azt utálom ősszel, meg télen, amikor érzem a szellőt a hátamon, teljesen kiakaszt. Egy másik stílus, ez a Pull&Bear-ből van, S-es méretbe, de szintén ugyanaz a lényege. Ez egy ilyen kis felső, cropped, V-nyakas, ilyen hosszújú, kicsit izgalmasabb nyaka van, egy kicsit dekoltásos. Ezek az alapfelsők amúgy épp ezért szuperek, mert rengeteget lehet variálni, már csak a formájával is. Az, hogy cropped és bőrt mutatunk a nadrág és a felső között, az már izgalmasabb, mint ugye a sima bedugott derekú. De ennek, aminek még a nyaka is izgalmas, az meg megint feldobja, és ezek olyan egyszerű dolgok, hogy mindenhova tökéletesek felvenni, de mégis kicsit feldobja a vágás. Hol van itt egy ilyen egyszerű fekete, ennek ilyen fodros az ujja, szintén bordázott, ezt is be tudom dugni, illetve van egy bordázott garbó. Ha esetleg te is olyan vagy, mint én, jó magam, akinek nincsen egy olyan brutál éles, hogy vajat lehetne kenni vele, álda. A garbó egy nagyon jó kis trükk arra, hogy hogyan hozd elő ezt a formát. Mivel feljönnek ugye egészen magasra, és már is látod majd az állam formáját, és a nyakad is meghosszabbítva sokkal elegánsabb és csinosabb lesz az egész szálnyak szekció. De még hoztam egy ilyet, ez egy nem régen beszerzett Zara body, nagyon egyszerű bordázott hosszújú, annyi, hogy ez body, amiket nagyon szeretek.
viszont ezt is egy alapdarabként vettem meg. Rengetegszer volt már azóta is rajtam, kék farmerral, fekete melegítő, ilyen trapéz száru nadrággal. Szóval most már van rajtunk nadrág, és van rajtunk felső, szóval a következő dolog, ami hiányzik, azok a kabátok. Kettőféle kabát az, ami szerintem lényegében alapdarab. Nyilván nem beszélve arról, hogy kell télen egy téli kabát, és stb. Stb. Viszont kétféle kabát van, amivel általában minden outfit működik. Szóval olyan ruhák, mint például a bőrnadrág, amit nem tudsz felvenni bőrkabáttal, azt farmerkabáttal fel tudod venni. Viszont ha farmernadrágot, mint ami rajtam van, farmerral legalábbis én nem szeretem felvenni, ahhoz jó a bőrkabát. Látjátok? Ez a kettő kabát, amire szükségetek van, és teljes mértékben, ha nem az egyik, a másik tökéletesen fog passzolni az outfithez. Az első az egy farmer kabát, az én személyes kedvencem. Sokkal gyakrabban van rajtam farmer kabát, mint bőrkabát, az fix. Ezt a kék darabot a Denim & Co. márkától van, viszont turkálóban találtam. A következő kabátunk ugye egy bőrkabát, vagy bőrhatású kabát. Egy bőrkabáttal bármikor menő vagy. Tényleg rengeteg outfithez jó. Az egyetlen, amit én nem szeretek, az bőrhatású ruhához bőrhatású kabátot. Úgyhogy őt inkább a farmerokhoz szoktam felvenni. Szürke farmer, kék farmer, bézs farmer, fehér szettek. Nagyon szeretem. Ez a bőrkabát a Zarából van, SS méretben, és ezt nem is rég vettem, csak így. És akkor szerintem rá is térhetünk a kiegészítőkre, kezdve a cipőkkel. Cipőkkel nagy bajban vagyok legtöbb esetben, mert nem tudok nemet mondani egy új menő cipőnek. Viszont abban is megvannak azok az alapdarabok, amik kötelezőek a szekrénybe. Szó szerint általában ezekből az alapdarabokból szoktam venni többet és újabbat. De mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Igazából ugyanaz az outfithez tudnám felvenni ezt is, meg még a három másikat, amit szívesen idehoznék nektek, megmutatnék. Higgyétek el, fehér tornacipővel mindegyik outfit, mindegyik ruhadarab menni fog, passzolni fog. Érdemes befektetni egy fehér cipőbe, főleg egy olyanba, ami egy ilyen végtelen stílus, ami mindig is menni fog, mint például a Nike cipők. A Nike cipő konkrétan szerintem véget nem érő trend. Ez, ami nekem van, ez a pixel változata viszonylag még friss. Remélem így is marad még jó sokáig. Rengeteget hordom, nagyon-nagyon szeretem. Aztán a másik kedvencem, ami már kicsit megviselt, viszont most, hogy nézem, ráfér egy tisztítás, ami ezután a videó után fog bekövetkezni, az nem más, mint ez az Adidas. Nagyon-nagyon szeretem a helyes óra miatt. Kicsit extrémebb, mint egy alap... Bocsánat, megrúgtalak titeket. Kicsit extrémebb, mint egy alapfehér tornacipő, ugyanolyan platformos ennek is a talpa, és nagyon-nagyon kényelmes, de szerintem hoz egy kis különlegességet ezzel a hegyes orral. Elviszi ezt az edzős sporttornacipő vonalat egy kicsit csinosabb irányba, szerintem nagyon menő. Aztán, ami szintén egy alapdarab, legyen az ősz vagy tél, nyilván ezekben az esetekben hordjuk a leggyakrabban, de mindenképpen érdemes egybe beruházni, és ez az időszak, amikor télből megyünk majd át tavaszba, ezek a tökéletes időszakok, mert minden bakancs, csizma le van értékelve. Egy fekete bakancs kötelező, tehát nincs olyan ember, aki ne szeretné, hogy melegen vannak a lábikókái. Amik lábikókái? Ez a legutóbbi, amit már mutattam nektek, a New Yorkerből szereztem. És az egyetlen ok, amiért szüksége van valakinek egy másik bakancsra is, egy ilyen egyszerű, de tökéletes darabon kívül, az, hogy ezt nem igazán lehet felvenni alkalmakra. Ezért, hogyha valaki gyakran jár alkalmakra, vagy csak azért, hogy legyen, egy ilyen csizmát érdemes még beszerezni, és ha már csak ennyi van, akkor az bőven elég, és tényleg be vagy biztosítva bármilyen alkalomra. Őt konkrétan tegnap előtt hozta a postás, nem tudok szavakat hozzáfűzni, annyira gyönyörű. Nagyon hasonlít egy Zara
csizmára, ugyanilyen volt az arába, csak ez aranylánc volt, és megmondom az őszintét, hogy sokkal jobban tetszik nekem, hogy fekete a lánc, mert így nem túl csicsás, nem túl arcodba mászik az arany. Szerintem nagyon menő, gyönyörű darab, nem túl magas, bármennyire is azt a illúziót adja. 10 centis a sarka. Illetve még, amit nagyon imádok csizmákba, az nem más, mint ez a hegyes orr. Nagyon sok ember nem szereti, mert hogy kényelmetlen, de a hosszított orr egy nagyon jó kis trükk, hogy hogyan tűnjön még hosszabbnak az embernek a lába, mivel ettől a képtől a láb és a lábfej szinte egybe olvad, és mivel ez hosszított, ezért még hosszabbnak tűnik valakinek a lába. Úgyhogy alapesetben, hogyha ilyen cipő van rajtam, akkor olyan, mint a 170 akárhány centi lennék, ami nem vagyok. Esetleg valakinek nagyon bejött ez a csizma, a CCC-be vettem, és le volt értékelve, úgyhogy nézzétek meg nyugodtan a leértékeltek között. És akkor a kiegészítőnknek az utolsó alapdarabja az nem más, mint a táskák. Ez egy kicsit nehezebb volt összeállítani, hogy milyen az az alaptáska, de én arra jutottam, hogy egy ilyen egyszerű fekete táska igazából az egyetlen, amire nagyon-nagyon szükség lehet. Egy nőnek ugye muszáj, hogy legyen nála táska, mert ha olyanok vagytok, mint én, hogy 81 ezer kicsi, apró, hanya, izényi, akármitek van, akkor most is, hogy nincs használatban, is van benne egy töltő, ki tudja mióta, zsebkendők, úgyhogy tökéletesen bizonyítottam a példát. Szóval ez a darab talán a CCC-ből van, vagy a Deichmannból, nagyon-nagyon régi, a legrégebbi táskám, amin van, de a mai napig is nagyon szeretem hordani, mert nagyon sok outfittel jó, és hogyha nem ez, akkor esetleg egy bézs színű táskát, vagy egy világos táskát ajánlanék, mert ahogy a fekete is, ez is ugyanúgy jó igazából alapszínű szettekkel, feketével, fehérrel, bézzsel, de színesekkel is, mert hát a bézs szín bármihez passzol. Úgyhogy egy ilyen oldalra akasztós, amit tudsz egy oldalon, vagy keresztbe, egy kicsit sportosabb, biztonságosabb kinézetért, ezek mindig nagyon szuperek, és tényleg végtelenek a lehetőségek, hogy hol vásároljatok ilyeneket. A Zarának nagyon szeretem a táskáit, illetve a CCC-nek is nagyon szeretem a táskáit, úgyhogy általában innen szoktam őket beszerezni. És csak hogy tényleg minden részt lefedjünk, még egy táskajánlásom az egy kis hátizsák lenne. Lehet ez nagyobb, kisebb, csinosabb, sportosabb, csak hátizsák formájú, mert a legmelegítősebb szethez is tök jól passzol egy hátizsák, és ezért is mondtam, hogy lehet sportos, fekete, fehér, csinos, kisebb, nagyobb, de egy hátizsák tényleg passzol mindenhez, farmeres szettekhez, ami rajtam van, ehhez is tök jól megy egy fehér tornacipővel, de akár egy melegítő szethez, egy kis ruhához is, szóval most, hogy így magyarázom, lehet, hogy még ez jobban alap, mint egy retikül, de a lényeg, hogy elmondtam mindent, amit szerettem volna. Szóval ezzel el is érkeztünk az útmutatón végére, remélem élveztétek a videót. Kicsit más stílusú volt, mint amihez szokva vagytok itt a csatornámon, viszont írjátok meg kommentbe, hogy mit gondoltatok róla, szeretnétek-e még hasonló videókat. Alig várom, hogy találkozzunk a következő videóban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és szép napot nektek! Sziasztok!